A tokiói olimpián hazánkat képviselő Parti András győzelmét hozta a vasárnap rendezett hegyi kerékpáros Magyar Kupa futamkomlós tető. A nemzetközi világranglista pontszerző versenyen többek között a szakák hazai legjobbjai is rajthoz álltak, így különösen értékesek a Bükk-Szentkereszti Klub és a DVTK kötelékébe tartozó juniorok által elért kategória győzelmek érmek. A rajthoz készülődnek a Komlós Cross Country 2021-es Magyar Kupa verseny elit kategóriájában indulók. A legnépszerűbb hegyi kerékpáros szakág erőpróbája nemzetközi világranglista pontszerző verseny is volt egyben, így szinte a teljes hazai élmezőny rajthoz állt a szervezők által az elmúlt évekhez képest megváltoztatott nyomvonalú pályán. A férfi és a női elit, valamint a junior kategória indulói egyszerre vágtak a távnak, ami technikailag nagyon magas színvonalú versenyzést és hatalmas küzdelmet hozott. Végig kiélezett küzdelmet, nagy csatát hozott a junior fiúk versenye, Takács Valent Márk és Mincenti Ákos emlékezetes csatát vívott a kategória győzelemért. Picit simább volt az elit verseny a férfiak között, ahol a tokiói olimpián is szereplő Parti András tulajdonképpen rajtcél győzelmet aratott. Eléggé nekem fekvő pálya volt egy hosszú emelkedővel, nem extrém technikás, de mégis élvezetes pálya, kicsit ilyen old school jellegű. Alapvetően azt mondja, minden rendben volt, hogyha nyertem, akkor igazából csak jól tudok mondani. A verseny szezon eddigi legrangosabb miskolci eseményén Veres Pál polgármester és Gazdusné Pankucsi Katalin önkormányzati képviselő adták át az elismeréseket a Komlós Cross Country 2021-es Magyar Kupa futam legjobbjainak.